Köszöntöm kedves nézőinket, önök az Apáti Hírmondót láthatják. Az idei jászságért díjat megosztva Szikszai Mária és Molnárné Szikszai Klára jászapáti szülöttei kapták. Áldozatos életpályájuk, honismereti munkájuk elismeréseként, amit a jubileumi 15. jászokvilág találkozóján alatjánon adtak át. Olykor szakadó eső, olykor szikrázó napsütés, olykor vidám, olykor fennkölt hangulat jellemezte a 15. jászvilág találkozó három napját, ahol minden jászteleküléshez méltóan jászapáti is képviseltette magát, nem is akárhogyan. Na de nem csak a felvonulók között találhattuk meg a jászapátiakat, hanem a színpadon és a díjazottak sorában is. Tekintsünk vissza egy kicsit. A péntek délutáni megnyitó ünnepséget sajnos elmosta az eső, így az gyorsan véget ért. Kockás Gábor, alattján polgármestere viszont ettől függetlenül derülátó volt. Reméljük, hogy minket azért elkerül, vagy ettől hosszabban tartó esőzés nem lesz. De ez a kedvet nem szegi, remélem. Nem szegi le, de ami már itt van, ami elkészült, és remélem az ide látogató kedvé sem szegi, és holnap még többen ellátogatnak ide, amit a település megvalósított magának, az már mind itt marad. Fejér Andor a megyei közgyűlés elnöke szerint megint megmutatták a jászok, hogy összetartóak, még ebben a válságos időszakban is. Én azt gondolom, hogy a mai világunkban az összetartozás egy nagyon fontos elem, mert ugye mikor fontos összetartanunk, hanem akkor, amikor nehézségek állnak előttünk. A gazdasági nehézségek, azok megviselnek valamennyi családot. Talán egy picit ez zárkozottabbá tesz bennünket, mert nagyon sokan szégyellik azt, hogy ők nehéz helyzetbe kerültek, holott sok esetben nem a saját tehetségük olvadt el, tehát nem a saját képességeik, hanem maga a környezet változott meg körülötte. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk a dolgainkról, hogy ne veszítsük el azt a hitet, hogy lehet ebben az országban sokkal jobban élni, mert hogyha lélekben túltesszük magunkat a problémáinkon, akkor meggyőződésem, hogy a problémákat meg tudjuk oldani. A pénteki nap hátralévő részében a település óvodásainak műsora, valamint a Gecse Árpád festői szobrászművész életútját bemutató, hamarosan megjelenő kiadvány tájékoztatója következett. A szombat reggeli szentmise is a hagyományos települési felvonulás után kezdetét vette a díszünnepség, melyet ismét megtisztelt az eső. Így hamarosan esernyőerdő alól figyelték a vendégek a meghívott szónokok sorát. A jászkürt hangja és Mennyhárt Barnabás verse után Kockás Gábor polgármester és Szekeres Imre honvédelmi miniszternek, a rendezvény fővédnökének levélben átnyújtott köszöntése következett. A jászságért díj átadása volt a jászapátiak számára az egyik legfontosabb momentum a szombati napon, hiszen a város köztiszteletben álló testvérpárja kapta meg a neves díjat. A színpadon Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvívője méltatta a díjazottak munkásságát.
18. alkalommal adjuk át a Jászságérdíjat és a vele járó 1 millió forint elismerést. Engedjék meg, hogy először a hivatalos indoklást ismertessem. A Jászságért Alapítvány kuratóriuma 1/2009-es számú döntésével a Jászságérdíjat és a vele járó 1 millió forint elismerést megosztva ösztöndíjként Szikszai Mária nyugalmazott könyvtárigazgató és Molnárné Szikszai Klára nyugalmazott tanár Jászapáti részére ítéli oda életpályájuk elismeréseként. Tisztelettel kérem, fáradjanak a színpadon. A Szikszai testvérek, Szikszai Gábor tanár, helytörténész gyermekei, Jászapáti szülöttei. Életútjukat meghatározta az útnak indító családi közösség. Szikszai Mária könyvtárosi oklevelet szerzett a Nyíregyházi Főiskolán. 38 éven át nyugdíjazásáig volt a Jászapáti könyvtár munkatársa, majd igazgatója. Ez idő alatt két alkalommal költöztette a könyvtár egyre gyarapodó állományát új épületbe. Módszertani könyvtárosként a környező települések könyvtárainak szakmai felügyeletét is ellátta. Hangya szorgalommal gyűjtögette évtizedeken át Jászapáti helytörténetének írásos dokumentumai. A Jászságban is páratlan méretű anyag jól szolgálta a családtörténeti kutatásaikat, a szakdolgozatíró főiskolai egyetemi hallgató forráskutatását, a Jászság könyvészete, illetve a készülő Jászság nyomdatörténet megírását. Molnárné Szikszai Klára, magyar történelem rajzszakos tanár, az EGRI tanárképző főiskolán végzett. Évtizedeken át nyugdíjazásáig tanított Jászapátin. Rajzszakkörös diákjai, járási, megyei, országos és nemzetközi pályázat díjnyertesei. Vers és prózamondó tanítványai szintén helytálltak a megmérettetéseken. A népi hagyományokat a jászsági viselet felelevenítésével, ünnepélyes alkalmakkor történő használatával ápolták. Az ifjú jászkapitányi cím elnyeréséhez már évtizedekkel ezelőtt történelmi, helyismereti vetélkedőn keresztül vezetett az út. Két évtizede részt vállalt Molnárné Szikszai Klára a Jászapáti Római Katolikus Műemléktemplom felújítására szerveződött alapítvány munkájában.